Azt gondolom már a legoptimistábbak számára is egyértelmű, hogy napról napra közelebb sodródunk egy egész világot érintő konfliktushoz, és Oroszország, Irán és az Amerikai Egyesült Államok, illetve a Közel-Kelet ennek a középpontjában áll. Az Independent arról ír, Oroszország és Irán figyelmezteti az Amerikai Egyesült Államokat, hogy ők erővel fognak reagálni arra, amennyiben az úgynevezett vörös vonalat átlépi az Amerikai Egyesült Államok. Ez nyilván ehhez közel járunk, hiszen ez a rakétatámadás mindenképpen egy meglepő és agresszív lépés Donald Trump részéről. Illetve hát helyesebben fogalmazva azok részéről, akik uralják és irányítják a világot és ezt az egész színjátékot koreografálják. Ezen a videón ugyanaz a légibázis, amelyet a Tomahawk rakétákkal megtámadtak, ugyanarról a bázisról orosz gyártmányú szíriai gépek szállnak föl, és ez egy komoly problémát jelent természetesen USA és Oroszország között. Csak hogy mennyire hamar változik a helyzet, akár ilyen magas szintű nemzeti politikában is, egyik nap még Oroszország arról beszél, hogy ők azt várják, hogy milyen jó lesz majd, ha Trump lesz az elnök, és rendezhetik a viszonyt, a másik nap pedig ilyen szituációban vagyunk. És azok számára, akik a jeleket ismerik és figyelik, ez egy érdekes kép mindenképpen. És ha már arról a bizonyos kézzelebbeni vonalról volt szó, amit az Amerikai Egyesült Államok megsértett, akkor Oroszország, Irán és a Hezbollah közösen figyelmeztette az Amerikai Egyesült Államot, hogy ezt a vonalat ezzel a támadással ők átlépték. Ugyanebben a jelentésben arról számol be Oroszország, Irán és a Hezbollah, hogy ők nem fogják engedni az USA-nak, hogy ők legyenek az egyetlen szuperhatalom a világon. Ha mindenki megérti az, hogy Oroszország, Irán, illetve természetesen a közel-keleti országok Szíriát támogatják, és különösen Assadot a vezetőségben, az Amerikai Egyesült Államok kijelentette azt, ez ugye Nikki Haley, az Amerikai Egyesült Államok nagykövete az Egyesült Nemzetekhez, hogy ők nem tudják elképzelni azt, hogy Assad legyen a szíriai államnak a vezetője. Tehát a két oldal egyértelműen szembe helyezkedett egymással. Megint csak akit érdekelnek és akik érdeklődnek a jelek iránt, a körbezárt pentagram, vagyis ötágú csillag mindenképpen sokat mond. És míg az amerikai külügyi államtitkár meglátogatja Vladimir Putin Moszkvában, addig Boris Johnson lemondta ezt a találkozót az Amerikai Egyesült Államok nyomására. Úgyhogy a helyzet egyáltalán nem annyira egyszerű, mint ahogy azt a legtöbb ember gondolja. Természetesen szerintem, akik követik az eseményeket, nem gondolják egyáltalán, hogy ez egy egyszerű helyzet, de a bonyodalmak azok tulajdonképpen minden fordulónál sokszorozódnak. És azzal, hogy az Egyesült Királyság is szembehelyezkedik a közel-keleti blokkal, illetve Oroszországgal, ezáltal igen nagy feszültség támad majd a NATO és természetesen ezek között az erők között. Érdekesség az, hogy Vladimir Putin mindvégig tagadja azt, hogy ez a gáztámadás megtörtént volna. Én ugyanezt állítottam a korábbi videóban, nem csak én, hanem amerikai szenátor is, illetve egy másik szakértő, ha jól emlékszem, a CNN-től, hogy semmi értelme nem lett volna annak, hogy Assad elkövesse ezt a merényletet, Oroszország pedig ugyanezen az állásponton van. De jelentéktelen is a lényeg az, hogy mi tudjuk, hogy minden fél, aki részt vesz ebben az egész színjátékban, egy célért harcol, az pedig az új világrend, és azt ne higgye senki egy pillanatig se, hogy ezek valóban egymás ellen harcolnak. Az emberek többségének elegendő képek és megrázó videók arról, ami vélhetőleg történt, teljesen megerősítetlen forrásokból ahhoz, hogy az érzelmi reakciót kiváltsák, és onnantól kezdve a logika és a tények azok másodlagos szerepet fognak betölteni, és ez egy hatalmas probléma. Ez az, amire a média épül, illetve az egész szórakoztatóipar az érzelmekre hat, és tudják, hogy onnantól kezdve minden más, ami tény, logika, bizonyíték, az ki van hajítva az ablakon.
Hát ami ezzel a bohóccal kapcsolatos, az szánalmas, az, hogy az emberek elhiszik, hogy ez a bolond azokat a dolgokat csinálja, amiket mondanak, hogy ő csinálja, az sajnos az egy óriási probléma, ha az emberek ezt elhiszik. Ez az egész egy színjáték szereplőkkel, ugyanúgy, ahogy az oroszok, az amerikaiak, Irán, vagy ez a bolond, mindegyik egy követ fúj és egy cél érdekében harcol. Ez az egész az emberek számára egy színjáték. Gyakorlatilag a valóság egy színjáték, és ha így figyeli az ember, akkor megérti azt, hogy mi is az, amire a játék kimegy. Nem csak az, hogy ez az egy ország tulajdonképpen káoszt teremt az egész keleti régiójában, Ázsiának, és Kínát, Koreát, Japánt, Fülöp-szigeteket, az összes országot, ami a dél-kínai vagy a kelet-kínai tenger körül van, és Amerikát egymás ellen fordítja. Ez a szerepe Észak-Koreának, ez a szerepe ennek az embernek, ennek a karakternek. Ő ezért van. Ez az egész egy hatalmas, hatalmas átverés. Az összes felvétel, és nem mondom, hogy így van, de képzelje mindenki, az összes felvétel, amit erről a bohócról mutatnak, készülhet egy hollywoodi stúdióban. Megírják a koreográfiát, sőt, készülhetett az összes felvétel 2 hét alatt, és azt mutogathatják már ítélet napig. Úgyhogy semmilyen bizonyíték nincs arra, hogy az, amiket látunk a tévében, az a valóság. És senkinek semmi oka nincs rá, hogy elhiggye, hogy az a valóság. Miért mutatnák meg a valóságot? Az egyetlen eredménye annak, amit ő csinál, az, hogy egy újabb repülőgép anyahajót tudtak a koreai félsziget környékére az amerikaiak elküldeni, és ezt alátámasztják azzal, amit Kim Jong-un csinál. Ez az egésznek a lényege. Probléma, reakció, megoldás. És közben érkeznek a propaganda fényképek ugyanazokkal a jelekkel, mint amit az Amerikai Egyesült Államokban használnak. A körben a csillag. Ezért mondtam, hogy érdemes figyelni a jeleket inkább, mint azt, hogy ki mit mond. Ugyanazt a jeleket használják, mert egy birodalom. Még egyszer, akiket érdekelnek a jelek, csak azt figyeljék és meg fogják érteni a világot. Ugyanaz a jele Irán nukleáris napjának, mint ami a CBS tévécsatornának, ami a mindent látó szem. Ugyanaz a jele, ugyanúgy a hatágú csillag van a körben, és a zöld és a piros ívek, ami ugye ahogyan fent, ugyanúgy lent, ezt szimbolizálja, hiszen ugyanaz a szabad kőműves garnitúra az, aki uralja ezt a rendszert, Iránt, vagy Oroszországot, vagy Amerikai Egyesült Államokat, teljesen mindegy. 65%-kal emelkedett a tavalyi év óta, mióta ugye Obama megengedte nekik, hogy folytassák az atomprogramot, illetve támogatta, ez 65%-kal növekedett a különböző atomenergiai és az atomprogrammal kapcsolatos műveleteknek a mennyisége és a száma. Press TV-nek ugyanaz a jele, ami az iráni nukleáris napnak, illetve ami a CBS-nek Amerikában, vagy ami az Illuminátinak, vagy az új világrendnek, a mindent látó szem. Azért, mert egy szellemiségben dolgoznak, egy célért dolgoznak, és egy a koreográfiája az egész színjátéknak, amit mi valóságnak hívunk. Még egyszer annyit csak, hogy amennyiben gáztámadás történt, hogy lehet, hogy ezek az emberek itt mindenféle védőfelszerelés nélkül szállítják a sebesülteket, és ott tartózkodnak azon a területen, ahol ez a támadás történt. Úgyhogy őnek is semmi bajuk nincs, azok az emberek meg haldokolnak. A másik nagyszerű dolog az észak-koreai hazugsággal kapcsolatban az, hogy lehetőséget ad az Amerikai Egyesült Államoknak, hogy azt az országot is megtámadja, ezáltal nem csak, hogy Dél-Koreát belerángatja egy háborúba, ugye, ami pusztán néhány 10 kilométer természetesen Észak-Koreától, hanem Kínát és az összes környező országot, hiszen Észak-Korea fenyegetést jelent mindenki számára, viszont Kínával és Oroszországgal is gazdasági kapcsolatai vannak, és a viszonyuk egyáltalán nem olyan, mint az Amerikai Egyesült Államokkal, legalábbis amilyennek nekünk előadják, hogy a viszonyuk az USA-val. Úgyhogy ha ez nem elég, akkor április 8-án az Amerikai Egyesült Államok és Dél-Korea egy közös katonai hadgyakorlatot indított 15 km Észak-Koreától. Csak képzeljen mindenki, hogy
Ugye ebben a helyzetben nem lehet tudni, hogy a tyúk volt elő, vagy a tojás. Pontosan ez a lényeg. Nem lehet tudni, hogy Oroszország vonult ebbe hamarabb Krímeába, vagy pedig a NATO állította fel az egész hadsereget a kapuknál. Ugyan a Oroszország nyugati határán. Ugyanez a probléma Észak-Koreával, hogy ki nem lehet tudni az, hogy ő reagált a világra, vagy a világ reagál rá. Ez az egésznek a lényege. Így mindenki megtudja a saját lépését igazolni azzal, hogy azt mondja, hogy mit csináljak, ha egyszer a hegyeken túl az már Észak-Korea, az USA és Dél-Korea meg itt tarthat gyakorlatot. Azt tesztelik, hogy át tudnak-e lőni egy rakétát ezen a hegyen, ami már Észak-Korea. Mit csináljon Észak-Korea, mikor ez történik a határon? Az amerikaiak azt mondják, hogy ó, ők meg fegyverkeznek. Ez az egész lényege. Minden valahogyan meg lehet magyarázni. Így működik az ellenség. Hazugság, hazugság hátán, és a végén az egész káoszt nem tudja senki sem megérteni, és mindenkinek megvan a maga igaza. Így működik a világ. Erre tanít minket a világ. Mindenkinek megvan a saját maga igaza. Azt képzelje mindenki, hogy 1 millió darab különböző hadi felszerelés 27 ezer ember részvételével vett részt ebben a hadgyakorlatban. Tankok, ágyúk, és mi egymás. 1 millió darab 27 ezer katonával. És ez történik Észak-Korea határán. Akkor mit csináljon az az ország? Ahogy számtalanszor mondtam, mindenki csak képzelje el azt, hogy ez az egész így van kitervezve. Hiszen ez az igazság. Véletlenek nincsenek a világon, az emberek életében vannak véletlenek. Egyik véletlen követi a másikat, semmiféle terv, koncepció vagy elképzelés nincs. Ezért gondolja azt a legtöbb ember, hogy így működik az összes többi ember, hogy így működik a világ. A világ nem így működik. A világ egy terv szerint működik. Elmondtam az előző videóban a 7 országot, amit elterveztek, hogy megtámadják, és meg is támadtak. Az utolsó kettő Szíria és Irán. És ezen a ponton vagyunk a történelemben, amikor mihelyt Szíriának vége, a következő Irán lesz, és Irán nem fogja hagyni azt, hogy úgy elbánjanak vele, mint az összes többi országgal. Iránnal nem lehet majd úgy bánni, hiszen Irán sokkal gazdaságilag és katonailag sokkal fejlettebb, és most, hogy atomnagyhatalom lett, egy komoly fenyegetést jelent az egész világra. Ez volt a lényeg, mindenkit belehúzni a háborúba. Észak-Korea pontosan ezt a célt szolgálja, hogy Ázsiának a keleti régióját ugye felbújtsa, ugyanúgy, ahogy a dél és a kelet-kínai tenger összecsapás problémája a mesterséges szigetekkel Kína részéről, és ugyanúgy, ahogy Oroszország a krími területeknek az elcsatolásával belerángatja az egész Európai Uniót és a NATO-t, az Amerikai Egyesült Államokat és mindenki mást. Ez volt mindvégig a cél. Ez nem véletlen, ez nem a terrorizmus miatt van, ez nem az olaj miatt van, ez a hatalom miatt van. Mindig is a kontrollról volt szó, arról, hogy egy kézben összpontosuljon a hatalom. A pénz, az olaj, a nyersanyag soha nem számított, hisz mindig az övéké volt. Teljesen mindegy, hogy mi mit csináltunk, ők nyomtatták a pénzt, mióta világ a világ. Ez egyáltalán nem a pénzről szólt, vagy a nyersanyagról. Ez mindig is arról szólt, hogy ki az, aki irányítja a világot. Egy kézben kell, hogy összpontosuljon a hatalom, és az nem más, mint az ellenség, ugyanúgy, ahogy a prófécia azt megírta. Még egyszer, aki elhiszi, hogy Észak-Korea magától így viselkedik és ilyen döntéseket hoz, az nem érti egyáltalán, hogy hogy működik a világ. Aki még emlékszik a jelzésekre, az annak figyelmébe ajánlom ugyanazt, ami Nikki Haley amerikai ENSZ nagykövet mögött volt a körben a csillag, ugyanaz található Észak-Korea a zászlójában. Hogy lehetnek ilyen véletlenek nincsenek a világon, ezt kell, hogy mindenki megértse. Ez az egész egy színjáték. Ugyanígy volt minden diktatúra megrendezve. Hitler, Stalin, Mao, Kim Jong-un, ugyanígy van mindenki. Felvonul a tábornokokkal, mindenki egyenruhában van. Ez a kép, ami az emberek fejében kialakult. Ez a kondicionálásnak a lényeg. Kialakítanak egy képet, aztán előhívják és kiváltja a reakciót. Pontosan így működik. Az egész egy színház. A cél mindig is az új világrend volt, és ott tartunk, hogy a szemünk láttára fog megtörténni az, amiről évezredek óta beszélt az írás, az, amit mindenki tud, hogy el fog jönni így vagy úgy,
Ez az, amit látunk, és nyíltan beszélnek róla évek óta, évtizedek óta, mert tudják, hogy vége van, hogy ez a hajó elment azok számára, akik ezt meg akarták akadályozni. Lesz egy új világrend, amikor mindenki egy követ fúj, és egyet gondol, és egyben hisz, de az egyáltalán nem olyan lesz, mint ahogy a legtöbb ember azt várja, hogy majd ők Barbadoson isszák a koktélt, és átrepülnek a repülő autójukra a másik szigetre, és közben a nemzeti alapjövedelemből szórakoznak. Egyáltalán nem olyan lesz. És mindenhol erről beszélnek, ennek ellenére a legtöbb ember még mindig nem látja át a problémát. Még annyit villám gyorsan hozzátennék, hogy Shinzo Abe, a japán miniszterelnök természetesen arról biztosította az Amerikai Egyesült Államokat, hogy ők támogatják, amennyiben tájékoztatják őket időben, akkor ők velük vannak. Azonban feltételekhez kötötte ezt, és az, hogy beszéljék meg velük a hadműveleteket. Természetesen a másik probléma ugye az, hogy Japánnak szemmel kell tartani azt is, hogy mi történik Kínában, és ezt mondta pontosan a japán miniszterelnök, hogy figyelemmel kísérik azt, ahogyan Kína viselkedik a szituációban, hiszen ugye a közelség miatt ez egy nagy problémát jelent Japán számára. Azonban hajlandó együttműködni Dél-Koreával és az USA-val, amennyiben tájékoztatják a lépésekről. Hassan Rouhani iráni miniszterelnök egyértelművé tette azt, hogy 2013-ban a Szád az összes vegyi fegyverét átadta a nemzetközi közösségnek, így elképzelhetetlen az, hogy a szádvó áll a merénylet mögött. Mindenki, aki gondolkodik ezzel egyetért, természetesen azok, akik a médiát figyelik, és akik a programozásban nap mint nap részt vesznek óráról órára, azok ezt nem képesek megérteni, azonban a lényeg az, hogy a játékban nincsenek jók és rosszak. Rouhani ugyanúgy benne van, mint ahogy Putyin vagy Donald Trump. Az a lényeg, hogyha egyértelmű lenne, hogy színjáték az egész, ha egyértelmű lenne, hogy mindenki hazudik, akkor nem venné be senki. Pontosan ez a lényeg. Ezért képzik őket, ezért vannak tanácsadóik, ezért találják ki a koreográfiát úgy, hogy nehéz legyen megérteni. Mert így az emberek elképzelhetetlenek tartják, ez lehetetlen, hogy ők ezt megbeszéljék, ez túl bonyolult. Túl bonyolult számunkra. Azonban azok, akik irányítják és uralják a világot, ezt csinálják évszázadok, évezredek. Még annyit hozzátennék, hogy a Google Plus-on is megtalálhatjátok az Infobubble csatornát, mind a kettőt, ahol extra tartalmakat helyezek el, és akit érdekel, átböngészhetitek ezeket is. Kövessétek mind a kettőt. Amennyiben tetszett a videó, kérlek kattintsatok a like gombra. Ha hasznosnak találtátok, osszátok meg ismerőseitekkel, és bármiféle hozzászólásatok, megjegyzésetek, javaslatotok van, azt ide írhatjátok, valamint az elérhetőségeket megtaláljátok a leírás részben, ahol kapcsolatba léphettek velem, és még sok extra információt is találtok itt. Mindenkinek a legjobbakat. Halleluja!